Kísérletünkben az élő rendszerekben képződő széndioxidot fogjuk vizsgálni. Felhasznált eszközeink. Egy fél literes nyúztos üveg, alufólia, csipesz, szívószál, gyertya, kis mécses formájában, gyufa, borszeszégő, főző pohár, és felhasznált vegyszerünk a meszes víz, kálcium hidroxid vizes oldata. A kísérlet első részében meszes vizet öntünk a főzőpohárba. És szívószál segítségével többször intenzíven belefújunk az oldatba. A kálcium hidroxid oldat egy vizes áttetsző oldat, és megfigyeljük a változást. Megfigyelhető, hogy az oldat zavarossá vált. A színtelen meszes víz fehér színű szilárd csapadékot tartalmazott a fújás hatására. Eredményünket úgy értelmezhetjük, hogy az emberi szervezetben a biológiai oxidáció során szerves anyag lebontása során széndioxid képződik. A felesleges széndioxid a kilégzés útján a tüdőn keresztül hagyja el az emberi szervezetet, tehát a kilélegzett levegőnek magas a széndioxid tartalma. Ez a széndioxid a kalcium-hidroxiddal reakcióba lépett, kalcium-karbonát és víz képződött. A kalcium-karbonát egy fehér szilárd anyag, amely vízoldhatatlan, és ezt az anyagot mutattuk ki ezzel a kísérlettel. Kísérletünk második részében dunsztos üvegben égő mécsest teszünk, alufóliával lefedjük, és megfigyeljük, megmérjük, hogy hány másodperc alatt fog a láng elaludni. Tizenhárom másodpercet mértünk. A kísérletet úgy folytatjuk, hogy a letakart dunsztos üvegbe intenzíven körülbelül 20-szor kiáramló levegőt fogunk fújni.
Ismét megnyitjuk mécsesünket. Belehelyezzük a mosztós üvegbe. Gyorsan letakarjuk, és megmérjük az időt, amíg elalszik a láng. Hat másodperc alatt történt ez a változás. A kísérlettel bebizonyítottuk ismételten, hogy a kiáramlott levegő, a tüdőn keresztül kiáramlott levegő magas széndioxid tartalmú. Ezt azzal bizonyítottuk, hogy a normál légköri levegőben található széndioxid tartalom mellett 12 másodperc kellett ahhoz, hogy a láng elaludjon. A kiáramló levegő magasabb széndioxid koncentrációjú, mint a légköri levegő, ezért 6 másodperc alatt elaludt a láng. A széndioxid az égést nem tápláló, szintelen szagtalan gáz, és mivel nem táplálta az égést, megnövekedett a koncentrációja, ezért következett be a gyorsabb láng.